Rádiofónia. 75 esztendő a magyar zene hullám hosszán. Bielickiné Búzás Éva összeállítása. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket sorozatunk 57. adásában. Ma az 1937-es év rádió műsorából válogatunk, a tartalomból. Budapest vendége Zino Francescatti hegedűművész és Helge Rozvenge operaénekes. Bach oratórikus műveinek előadása Lichtenberg Emil vezényletével. Interjú Jávor Pállal, Csak azért is címmel. Elhunyt Hubay Jenő hegedűművész, pedagógus és zeneszerző. Jemnitz Sándor Preludium és Fuga című művének bemutatója. Népdalgyűjtés Törökországban, Bartók Béla előadása a rádióban. Az egyetemi énekkarok sikere Amerikában. És végül 70 éves a Kék Duna keringő. Paganini D-dur hegedű versenyének hangjai mellett emlékezünk Zino Francescatti hegedű virtuóz első budapesti fellépésére. 1937. január 18-án az Operaházból közvetítette a rádió a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának hangversenyét Reiner Frigyes vezényletével. Gyönyörű előadásban szólaltak meg Bach, Brahms és Richard Strauss művei. Az est szenzációja azonban Paganini D-dur hegedűversenye volt, Zino Francescatti az Amerikában élő művész előadásában. Péterfi István kritikájából idézünk. A szünet után Paganini D-dur versenyét csodálatos virtuózitással és tomboló tapsok között játszotta Zino Francescatti, aki mai szereplése után kétségtelenül gyakori vendége lesz a magyar fővárosnak. A közönség melegen ünnepelte egész este az illusztris vendégkarmestert, a szenzációs Francescattit és a brillírozó zenekart.
Az operaház falai között szinte még a levegőben vibrált Zino Francescatti sikere, de másnap este már a világhírű tenor sztárnak, Helge Rosenvengének tapsolhatott a közönség Verdi a Trubadur című operájában. A dán származású énekes világsikerének titka a sokoldalúság volt. Épp úgy jellemezte őt a monumentális Wagner alakítás, mint a stílusos Mozart tolmácsolás, de áradó szenvedéllyel énekelte az olasz operák tenor szerepeit is. A budapesti vendégszereplés alkalmából a Rádió Élet munkatársa Helge Rosenvenge magyar sógorát kérte meg, hogy beszéljen a művészről. Kevesen tudják, hogy Helge Rosenvenge felesége, Holndonner Ilonka, koloratúr szoprán énekesnő, magyar. Mindketten Németországban tanultak énekelni. Ott ismerkedtek meg, és összeházasodtak. Ilonkának kezdetben nagy sikerei voltak, de később otthon maradt, és mint képzett énektanár, ő korrepetál férjével. Mindhárom gyermeküknek magyar neve van. Antal, István és Ilonka. Télen Berlinben él a család, nyáron pedig Bayreuthban, ahol Rosenvenge az ünnepi játékok egyik főszereplője. Helge Rosenvenge nagyon sokat utazik, rendszerint repülőgépen. Fegyelmezett, sportos életet él. Otthon központi fűtés van, de hálószobájában nincs fűtőtest. Az a véleménye, hogy színpadon és útközben mindenféle hőváltozásnak van kitéve, s jobb, ha edzett, mintha a legkisebb szellőre is meghűl. Mindenben mértékletes. Nem iszik, nem dohányzik, és keveset eszik. Így sikerült megtartani vékony testalkatát, és ezért hat akár a Pillangó kisasszony tengerész hadnagyában, akár a Parzifalban, vagy más szerepekben fiatalnak, ezért kelt illúziót megjelenése. Helge Rosenvenge budapesti szereplésére emlékezve szólaljon meg most is Verdi a Trubadur című operájából Manrico F-moll áriája. Dein Herz erbebt, lässt meinen Mut nie sinken. In mir noch heißer Heilig, schon sieht ein sich winken. Völlig schon des Heides ein,
Az 1937-es évben a rádió közvetítései közül kiemelkedett Bach hámol miséjének január 21-i és János Passiójának március 25-i előadása a Budapesti Ének és Zenekar Egyesület hangversenyén Lichtenberg Emil vezényletével. E műsorok azért is említésre méltók, mert az Egyesület alapításának 30. évfordulóját is 1937-ben ünnepelték. 1907-ben alakult meg ugyanis a Magyar Nők Karegyesülete, amely társulva a Budapesti Zenekar Egyesülettel, Budapesti Ének és Zenekar Egyesület néven működött tovább. Bach hámol miséjének januári előadása egyébként az Egyesület 200. hangversenye volt. Péter Fi István lelkes hangú, elismerő kritikájából idézünk. Azt szokták mondani, hogy minden intézmény tulajdonképpen egy ember meghosszabbított árnyéka. Az Ének és Zenekar Egyesület a köztudatban Lichtenberg Emillel azonos. És valójában nincsen semmi túlzás abban, ha megállapítjuk, hogy a 30 év és a 200 hangverseny felbecsülhetetlen érdeme a nagy magyar oratórium karmesteré. Ő az alapító, a szervező, a tanító, a vezető. Propagátor, tudós és művész egy személyben. Meg nem alkuvó legmagasabb művészi célkitűzésekkel, törhetetlen akarattal, szüntelen munkával, apostoli lelkességgel, önzetlenül szolgálja ideáljait karmesteri pálcával, tollal, élő szóval. Ő nevelte százait legjobb karénekeseinknek, ő nevelte a legkiválóbb szólistákat, és ő nevelte a hallgatóságot. Lichtenberg Emil ragyogó betűkkel írta nevét a magyar előadó zene történetébe, és az ő munkálkodását példaadónak kell tekinteni. A jubiláris 200. előadás méltóan képviselte a 3 évtizedet. A hallgatóság felejthetetlen élményként vitte magával a hámolmisének ezt a gyönyörű előadását. Lichtenberg Emilt a legnagyobb melegséggel, tisztelettel és hálával ünnepelte a közönség, és elhalmozták őt virággal, babérkoszorúval. Lichtenberg Emil vezényletével sajnos nincs hangfelvételünk. Helyette a rádió hangtárában található egyik legszebb felvételt szólaltatjuk meg Bach hámol miséjéből. Az Et in unum dominum kezdetű kettőst Elisabeth Schwarzkopf és Kathleen Ferrier énekli. E tétel lejátszásával emlékezünk Lichtenberg Emilre, a legendás hírű oratórium karmesterre. Thank you.
A Rádió Élet 1937. februári számában Csak azért is címmel interjú jelent meg Jávor Pállal, a számtalan rádiójáték hősével, aki pályakezdéséről szólva elmesélte, hogy a szombathelyi Reál Líceum elvégzése után tele lelkesedéssel a színpad iránt feljött Budapestre, hogy kitanulja a színészmesterséget. Tanuló éveit koplalás és szegénység jellemezte, de 20 éves korára felfedezték, és hamarosan a Reneszánsz színházban játszott. Mivel azonban olykor elragadta az indulat, újra nehéz évek következtek. Erről a következőket mondotta. Nálam mindennél erősebb volt az Istenben való hitem. És még valami, a csak azért is. Számtalanszor megpofozott az élet, és én mégsem vesztettem el az önbizalmamat. Dolgoztam tovább. Székesfehérváron, Szegeden, és egyszerre csak a Magyar Színházban találtam magam. Sokan szerettek, de még többen nem. Különösen azok, akik nem nézték jó szemmel, hogy a próbák és az előadások után nem maradok ébren reggelig, hanem hazamegyek olvasni vagy tanulni. Azóta eltelt jó pár esztendő, de nem változtam meg. Amikor eloltják a Rivalda lámpáit, ugyanolyan polgár leszek, mint a többi egymillió, aki Budapesten él. Hazamegyek, hogy a feleségemnek és az otthonomnak éljek. Jávor Pál 1935-től kezdve a Nemzeti Színház tagja volt, ahol sok jelentős szerepet eljátszhatott, de az igazi, országos népszerűséget a film hozta meg számára. Nemes Kürti István így írt Jávor filmbeli alakításairól. A magyar hangos film születésével egy időben hihetetlenül gyorsan szerzi meg népszerűségét. Fogalom volt. Számtalanszor olvashattunk abban az időben Jávor Pálos mosolyról, hódításról, magatartásról. Néhány motívumot variált filmjeiben, de lényegében mindig a Jávor maradt, a Pali. A néha duhaj, de mindig korrekt, öntudatos, kissé a kor hivatalos ízlésének megfelelően kozmetikázott, talpig úriember típusa volt szerepeiben. Az elegáns, vonzó, lendületes alakításokat formáló Jávorért rajongott a színház és mozi látogató közönség, de talán kevéssé ismert Jávor vallásossága, erős istenhite. Ennek egyik hallható bizonyítéka a következő archív felvétel. Hallgassuk meg Szent Pál apostol szeretett himnuszát Jávor Pál tolmácsolásában. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkor a hitem, hogy hegyeket mozgassak. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, s vessem oda testemet, hogy elégessenek. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét. Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik. A profétálás megszűnik. A nyelvek elhallgatnak. A tudomány elenyészik. Tudásunk csak töredékes. Töredékes a profétálásunk is. Mikor azonban eljön a beteljesedés, véget ér az, ami töredékes. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek. De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk. Akkor majd színről színre. Most csak töredékes a tudásom. Akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok. Most megmarad a hit, remény, szeretet.
ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre!1937. március 12-én este szomorú hírt olvastak be a rádióban. Váratlanul elhunyt Hubay Jenő, a magyar zeneművészet doájénje. Aznap délután a budapesti városházán az azévi Szent István ünnepségek művészi programját beszélték meg és készítették elő. Az ülésen részt vettek a zeneművészet, irodalom és a színházak vezetői is. Hubay Jenő, Kodály Zoltán, Olá Gusztáv, Paulini Béla és még sokan mások. Amikor a nyári opera előadások helyszínéről volt szó, azt kérték Hubaytól, hogy mondja el ő is a véleményét. De idézzük az erről szóló néhány sort Hubay Cebrián Andor, Apám Hubay Jenő című könyvéből. Hubay Jenő fölegyenesedve bocsánatot kért, ha a felszólalását ülve mondja el, de így jobban tudja jegyzeteit követni. Ezzel visszaült a helyére, és érces, határozott hangon szólalt meg. Csakis a Városi Színház jöhet számításba a nyár folyamán, mivel az operaházat augusztusban üzembe helyezni igen költséges lenne. Nem kell egyéb a sikerhez, mint az, hogy kiváló művészek szerepeljenek, és csúcs teljesítmény. És amikor Hubay Jenő kimondta csúcs teljesítmény, lehajtotta a fejét. Egy percig mély csend uralkodott a teremben. Mindenki azt hitte, hogy a mester jegyzeteiben keresgél. A mély csendet ajkáról feltörő sóhaj szakította meg. Majd feje lejjebb-lejjebb hajolt, amíg végre ráhajolt jegyzeteiben nyugvó jobb kezére. Másik keze lecsúszott az asztalról, és teste megremegett. Mire a többiek feleszméltek, Hubay halott volt. A 79. évében járó Hubay Jenőt nagy részvéttel búcsúztatták. Méltatták a tüneményes hegedűművészt, a már világhírű tanítványok mesterét és a zeneszerzőt. A rádió élet kétoldalas fotókkal illusztrált cikkben emlékezett rá, mint a rádió hűséges, jó barátjára. Hubay Jenő a kivételes egyéniségek ösztönös megérzésével ismerte fel a rádió születése pillanatában annak beláthatatlan jelentőségét. Stradivariusának hangja felcsendült minden rádiós ünnepnapon, mint például 1925. december 1-én a Rákóczi úti stúdióban, a Magyar Rádió megnyitó hangversenyén, és 1928. október 25-én, amikor a rádió Sándor utcai új otthonából közvetítettük az első hangversenyt. Hubay Jenő gyönyörű budai palotáját is megnyitotta a rádió előtt, és a híres zenedélutánokon a mikrofonon keresztül vendégül látta a hallgatók nagy táborát, közkincsét éve az ő és a zenedélutánokon közreműködő nevesek művészetét. A nagy hegedűs ott állott szinte a rádió születése percében a stúdióban. Most pedig az operaház előcsarnokából gyászünnepségét közvetítette a rádió. Közben 11 esztendő telt el közös munkában a közös ideálért, a magyar kultúra alázatos szolgálatában. Hubay Jenőre emlékezve csendüljön fel a Cremonai hegedűs című operájából a híres hegedű szóló a szerző előadásában. Thank you.
Egyik előző műsorunkban beszámoltunk arról, hogy Kodály Zoltán budavári Tedeumát 1936. szeptember 2-án mutatták be a Mátyás templomban. Az úgynevezett hangverseny termi bemutatóra 1937. január 25-én került sor az Operaházban. Ezen a második előadáson fedezte fel igazán a közönség és a kritikusok egy része is, hogy új magyar remekmű született. E koncert előadója Bodó Erzsi, Rőzler Endre és Székely Mihály, valamint a Székesfővárosi Énekkar és a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara volt Dohnányi Ernő vezényletével. Kodály Tedeuma előtt is magyar bemutató hangzott el, Jemnitz Sándor, Preludium és Fuga című műve. Jemnitz Sándor zenei tanulmányait a Budapesti Zeneakadémián, majd Lipcsében és Bécsben végezte, ahol tanítványa volt Régernek és Schönbergnek is. Az ő hatásuk mindvégig érezhető Jemnitz műveiben. A nyugaton kialakított kapcsolatait hazatérése után is ápolta, talán ezzel magyarázható, hogy külföldön sokkal ismertebb zeneszerző volt, mint idehaza. Budapesten csak néhány előadó művész, köztük Dohnányi Ernő tűzte műsorára a Jemnitz kompozíciókat. Jemnitz Sándor életműve főleg kórusokból és kamarazenei művekből áll. Zenekarra csak néhány alkalommal komponált. Ezek közé tartozik az 1933-ban keletkezett Opus 13-as Preludium és Fuga, amelyből most is megszólal egy részlet. Bartók Béla 1936. novemberében Törökországban tartózkodott, mint népzenekutató. Ezen az utolsó gyűjtő útján 90 dallamot rögzített. 1937. január 11-én a Budapesti Rádióban felolvasta úti beszámolóját. Illusztrációként a gyűjtött zenéből Székely Mihály énekelt és B. Fehér Miklós hegedült, de fonográfról is megszólaltattak néhány eredeti felvételt. Bartók beszámolója nyomtatásban is megjelent kissé bővített formában a Nyugat című folyóirat márciusi számában. Köztudomású, hogy Babicsné Török Szofi, mint Bartók rajongó, amatőr hanglemez felvételeket készítetett rádión keresztül sugárzott hangversenyekről. Felvétel készült Bartók törökországi rádió előadásáról is. A dokumentum megmaradt töredékéből egy részletet bemutatunk hallgatóinknak is. Hallgassuk meg először a Nyugatban megjelent tanulmány bevezetőjét, majd Bartók Béla rádió előadásának elejét az 1937-es amatőr felvételről. Kis-ázsiai tanulmányutam előzményei ezek. A török hivatalos körök Hindemith útba igazításával és tanácsai alapján másfél évvel ezelőtt megkezdték városi zenekultúrájuknak megszervezését európai mintára. Azonban a török népzenéből kialakítandó tulajdonképpeni török nemzeti zene kifejlesztése ügyében nem volt megfelelő tanácsadójuk. Nem volt, aki népzenei gyűjtésre vonatkozó útbaigazításokat adjon nekik.
Fölmerült tehát az a terv, hogy Törökország egyetlen politikai pártjának, a Halkevinak ankarai osztálya engem meghívjon. Ha nem csalódom, ez a gondolat Rásonyi Lászlótól, az Ankarai Egyetem magyar nyelvet előadó professzorától származik. Ő nagy szószólója a török-magyar kulturális kapcsolatok minél erősebbre fűzésének. Nem sajnált semmi fáradtságot, hogy ez a terv minél előbb és minél tökéletesebben megvalósuljon. A meghívás értelmében Ankarában 3 előadást kértek tőlem zenefolklórral kapcsolatos kérdésekről. Továbbá közreműködésemet egy magyar műsorú zenekari hangversenyen. Ráadásul pedig 2 gyűjtőút megrendezését ígérték, hogy a Magyar Tudományos Akadémia számára a magammal vitt hengerekre anatóliai török népzenét vehessek fel. Magától értetődik, hogy ezt az ajánlatot kész örömmel fogadtam el. Itáliai tanulmányutam előzményei ezek. A török hivatalos török Indemics útbaigazításával és tanácsai alapján másfél évvel ezelőtt megtették városi zenekultúrájuknak megszervezését európai mintára. Azonban a török népzenéből kialakítandó tulajdonképpen is török nemzeti zene kifejlesztése ügyében nem volt megfelelő tanácsadójuk. Nem volt, aki népzenei gyűjtésre vonatkozó útbaigazításokat adjon neki. Fölmerült tehát az a terv, hogy Törökország egyetlen politikai pártjának, a Halkevinek ankarai osztálya engem meghívjon. A meghívás értelmében Ankarában 3 előadást kértek tőlem zenefolklórral kapcsolatos kérdésekről, továbbá közreműködésemet egy magyar műsorú zenekari hangversenyen. Ráadásul pedig 2 gyűjtőút megrendezését ígérték, hogy a Magyar Tudományos Akadémia számára a magammal vitt hengerekre anatóliai török népzenét vehettek fel. Magától értetődik, hogy ezt az ajánlatot 2 örömmel fogadtam el. Az első 5 napra tervezett gyűjtőút betegsége miatt el kellett, hogy maradjon. De a második nap megvalósítását felolvasása, mint a hangverseny megtartása után, szerencsére semmi sem akadályozta. A kirándulás technikai megoldása ez volt. A Halkevi megbízásából Ahmed Adnan Bey zeneszerző kísért el. Az ő feladata az énekesek faggatása és vallatása, továbbá a szövegek lejegyzése volt. Kívül még a török közoktatásügyi minisztérium megbízásából az Ankarai Konzervatórium 2 zeneszerző tanára, Nedzilka Jazin Bey és Uri Cemal Bey szintén velünk jött, hogy látta, miként is történik helyszíni népzenei gyűjtés. A kitemelt vidék Halkevi fiókjai a központ utasította, tegyenek meg minden lehető segítségünkre, szállásoljanak el, gondoskodjanak autókról, tekerekről, egy szóval érjék el, amennyire csak lehetséges, hogy utunk minél kevesebb zökkenővel történhessék meg. Csak ugyan mindenütt oly szeretettel és gondoskodásban volt részünk, hogy igazán csak meghatottsággal gondolhatok vissza erre a kirándulásra. A budapesti egyetemi énekkarok 1920 óta álltak a figyelem középpontjában itthon és külföldön egyaránt. Nagy sikerrel szerepeltek Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Angliában és különösen az észak-európai országokban. Az 1937-es év elején pedig Vaszi Viktor vezetésével Amerikába utaztak. A rádió élet több alkalommal is részletes híradást adott az egyetemi énekkarok sikeres útjáról. Énekeltek az amerikai rádióban, az úgynevezett NBC-ben, majd a Philadelphiai Zeneközpontban, a Washingtoni Fehérházban és a New York-i Carnegie Hallban. Ez utóbbi hangversenyükről a tekintélyes újság, a New York Times így számolt be. A függöny szétnyílásakor viharzó taps fogadta az elegáns frakkokba öltözött 42 magyar fiút. De a vihart egyetlen intésre felváltotta a boldogasszony anyánk csendes áhítata. Az amerikai magyarok sírtak a gyönyörűségtől. A Liszttől Kodály és Bartók műveiig minden ízében magyar műsor valósággal extázisba ejtette a hallgatóságot. Az egyetemista fiúk szereplése apostoli munka volt, mert önérzetet adott minden amerikai magyar szívnek,
és mert igazolta a magyarság fölényes kultúráját a világ előtt. Az egyetemi énekkarok műsorából sajnos nem maradt hangfelvétel, de rájuk emlékezve szólaljon meg Bartók a Bujdosó című kórusműve. Az Ötvös Loránd Tudományegyetem Bartók kórusa énekel Baros Gábor vezetésével. február 18-án Johann Strauss Kék Duna keringőjének 70. születésnapján Bécsben vidám ünnepi hangversenyt rendeztek, amelyet a Magyar Rádió is közvetített.
Az ifjabb Johann Strauss 1867 farsangjára komponálta a Kék Duna keringőt, de a bemutató alkalmával nem volt jelentős sikere. 6 hónappal később Strauss és zenekara a párizsi világkiállításon szerepelt, és ott kezdődött el a keringő diadalmas útja, amelyről a rádióélet ezt írta. A Kék Duna a párizsi kiállításon megkapta a keringő keringője büszke címet. A siker hatására a brit trónörökös is meghívta Strauss-t Londonba. Persze most már Bécsben is felfedezték az addig kissé elhanyagolt kompozíciót. A hangjegynyomdák és lemezcégek kizárólag a Kék Dunára rendezkedtek be. Millió és millió példányban kezdte meg hódító útját a diadalmas keringő. A világot járó Strauss minden hangversenyén a Kék Duna volt a bomba. 1872-ben Amerikában 20 000 közreműködő adta elő, és a vezénylő keringő királyt rendőrszázadok szabadították ki a mámorosan tomboló 100 000 kezéből, különben agyon ünnepelték volna. A hálás bécsiek most megünneplik a Kék Duna keringő születésnapját. Johann Strauss hasonló nevű unokája és Felix Weingartner vezényelnek az ünnepi estén, amely a rádió útján hozzánk is eljut. Műsorunkat az 1867 óta népszerű, megunhatatlan Kék Duna keringő hangjaival zárjuk. A viszonthallásra! Rádiofónia. 75 esztendő a magyar zene hullámhosszán 1925-től 2000-ig. Bielickiné Búzás Éva összeállítása hangzott el. Közreműködött Johannes Zsuzsa és Korbuj Péter. A szerkesztő Varga Ferenc.